Hello, sziasztok! Sziasztok! Na, nyaraltunk egyet, meg nyaralunk. Hurrá, nyaralunk. Folyamatban. Hurrá, nyaralunk. Ja. Aztán gondoltuk, hogy az ilyen legszebb helyeket, amiket sajnos mi így élvezünk. Hurrá, nyaraltunk. Azokat így megmutogatunk nektek. Úgyhogy most fölkeltünk 4:30-kor. Ez elég bizonytalan volt. Hát, nem csak gondolkodtam. Fölkeltünk 4:30-kor, aztán kijöttünk, hogy akkor megcsináljuk ezt az intrót. Itt még soha nem volt ennyire meleg hajnalban, mint most. Ja. Én a fotós bögői gergetős cuccba vagyok, úgyhogy... De mindegy, szóval arra gondoltunk, hogy pár videót bevágunk, hogy lássatok ti is ezt a csodát, mert egyébként kurva jó hely. Nem tudjuk, mennyire fogja visszaadni, de... Semennyire. De nem baj. Nem olyan ismert, mint a Balaton. Azt mondhatjuk, hogy hol vagyunk? Persze. Pécset. Nem. Irotán vagyunk, egy ilyen kis falu. Lakják vagy 60-an. Egyébként az országos kék túra is végig megy rajta. Ja. Úgyhogy itt vagyunk, nem nagyon játszottunk most, amíg nyaraltunk, csak túkárszoztunk. Ja, Pisti kicsit... megdöntötte a rekordomat. Egy éves rekordomat. Egyébként kurva szarok vagyunk benne, de mindegy, lényegtelen. Most végülis nem azért jöttünk, hogy játszunk, úgyhogy ilyen ilyesmi miatt jöttünk. Ilyen naplementéket nézni. Meg visszállok a képbe. Meg a csöndet hallani, ja. Egy kicsit. Marha sok vad van, sajnos lövik őket, mint az atom, de azért még maradtak páran, akik őzek vannak sokan, az marha jó. Folyton ugatnak, mint az állat, szerintem egy ilyen őzugatás majd be is rakok a videóba, ha tudok. Hú, az este rémisztő, amikor mentek ki, és mindenhol ja. Motoszkálás. Korom sötét, mert ugye nincsen semmi fényszennyezés. Róka az nagyon kevés van, most pár napig minden hajnalban kifeküdtem, meg délután kifeküdtem, hogy hát ha tudok valami rókát fotózni, de... Na mindegy, úgyhogy berakunk pár videót, meg berakunk pár képet is igazából. Hogy lássátok, hogy milyen csodálatos is. Pár fotót, amit csináltam, lehet, hogy egy-két tavalyi rovarfotót is berakok, amit itt csináltam. Ja. Mert tavaly sikerült, hogy most beszartam akró cuccom. Na mindegy, lényegtelen. Szeptemberbe kezdünk. Igen. Ja, illetve hát addig, hogyha véletlenül a Heavenly-t meg tudjuk csinálni. Ez jó lenne. Bohan urat szét tudjuk vágni. Ez mocsok állat. Mocsok állat. Akkor azt még föltoljuk szeptember előtt, de előtte így nem nagyon lesz semmi aktivitás ezen kívül, meg akkor maximum az. Hát, vagy maximum egy Hellblade. Nem, majd meglátjuk. Jó, szóval fogalmunk sincs, hogy mi lesz. Nem tudjuk, mi lesz, igen. Ja. De az biztos, hogy szeptembertől majd csináljuk, aktív ahogy vagyunk. Tudjuk. Elég sok munkánk lesz, mert nekünk a melóban ilyenkor van a szezon, szeptembertől ilyen decemberig. Úgyhogy nem tudjuk, majd igyekszünk. De próbálkozunk. Ja. Szerintem ilyen heti egy-két videó azért bele fog férni. De édes, ott van valami potokjárat, hogy nem tudom, ott bennéz. Uh-huh. De édes. Ja. De jó van, csak ezt akartuk mondani. Szerintem élvezzék helyettünk a táját. Ja.
ugat még itt a haver. Az ősz haver. Ha, van nagyon jó. Tiranosaurusok. Mondod, azoknak milyen hangja lehetett? Egy őznek ilyen hangja van. Biztosan. Fel kell a nap. Okay.